Ez évtől helyi szinten is megkezdte munkáját az Értéktárbizottság. Mi az a tevékenység valójában, amit önök folytattak? Ercsi város képviselőtestülete is úgy döntött, hogy létrehozza a helyi értéktárbizottságot. A Hungarikum törvény adja meg a lehetőséget, hogy létrejöjjenek, és hát decemberben megalakult az Ercsi Értéktárbizottság, aminek az a feladata, hogy azokat a dolgokat ápolja, összegyűjtse, rendszerezze azt a listát, amire felkerülnek azok az értékek, amit Ercsire jellemzőek. Ugye egy listáról beszéltünk, de mik lennének ezek első látásra? Egyelőre még nem állt össze a lista, és hát ez folyamatosan épül. Rengeteg olyan értéke van Ercsinek, elsősorban a múltból, de a jelenben is biztos sokat találunk, ami meghatározza Ercsinek a lényegét. Szóval amire büszkék lehetnek az ercsiek, és olyan, amit az utókorra is ráhagyományozhatunk, illetve megmutathatunk a világnak. Kezdhetjük a műemlékektől, ugye az ercsi templom, a cukorgyári kápolna, csak a szakrális műemlékekre gondolunk. Aztán ott vannak az épített örökségnek olyan részei, ami mindenképpen nagyon fontosak és jelképei Ercsinek, például a tűzoltótorony, de nagyon fontosak a helyi szokások, a helyi etnikumok szokásai, akár a rác szokások, a rác énekek, vagy akár a cigányság hagyományos mestersége, amit most már nem látunk, de 60-80 évvel ezelőtt ezek élő és a Ercsi mindennapjaibe beilleszkedő dolgok voltak még. Ezekkel kapcsolatban mi az a kézzelfogható eredmény, amit esetleg el is tudnának érni? Igazából az lesz a kézzelfogható eredménye, hogy ez egy olyan lista lesz, az az értéktár, ahol jól dokumentálva szerepelnek ezek az értékek. Egy ercsi értéktárba kerülő dolog, legyen az fogalom, tárgy, épített örökség, ez nemzeti értéké válik, ha nem is te hungarikummá, de a nemzeti értéktárnak egy része lesz. Ez esetleg jelentheti azt is, hogy mondjuk mi helyi szinten nem fókuszálunk eléggé az értékeinkre? Azt hiszem, Ercsiben ilyen probléma nincsen, de mindig újra kell tanulnunk azt, hogy mi az értékünk. Minden generációnak újra kell tanulni, mert ugye amire az idősebbek emlékeztek és tudták, hogy ez fontos, fontos volt egykor, vagy most fontos, az a következő generációnak már nem biztos, hogy fontos, mert ugye hát az értékrendje változik az embereknek, Ercsi lakosainak is generációnként. Ki az, aki ötletekkel állhat elő egyáltalán, hogy miket vegyenek föl ebbe az értéktárba? Bárki előállhat ötletekkel, és hát várjuk is az ilyen ötleteket. Hát egy kormányrendelet szabályozza azt, hogy ezeket a javaslatokat Ercsi polgármesteréhez kell eljutatni a kormányrendelet által meghatározott formátumban és tartalommal. Ebben azt hiszem, hogy az értéktárbizottsága, jó magam is segítek bárkinek, hogyha ilyen javaslata van, hogy ez megfelelő formában kerüljön a bizottság elé. Ugye szóba kerültek szakrális, illetve kulturális értékek, vajon beletartozik-e a sport? Mégiscsak van egy olyan egyesületünk, ami egy 100 éves múltat ölel föl gyakorlatilag, itt az Ercsi Kinizsre gondolok. Természetes, ott a helye mindenképpen. Az Ercsinek egy nagyon fontos szegmense a sport, és hát így bizony itt vannak komoly egyesületek, amelyek múltat tudnak felmutatni, nem is a múlt a lényeg, eredményt tudnak felmutatni. Tehát akár nem is kell 100 évesnek lenni egy egyesületnek, az olyan munkát végez, ami Ercsi hírnevét öregbíti, annak ott a helye az értéktárban.